Kedves nézőink, most egy kis kertcsinálót láthatnak a következő napok kulturális eseményeihez. Javában zajlik az Ajkai Napok rendezvény sorozat. Köszöntöm a stúdióban Bábis Valériát, az Ajkai Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatóját. Jó estét kívánok! Ennek a programsorozatnak a kiemelkedő része, hiszen mondhatom nyugodtan így, a Borvarás Fesztivál. Kiket céloz ez a rendezvény elsősorban? Hát igazából a rendezvény mindenkinek szól. Azt hiszem, hogy akik már áttekintették a programot, láthatják, hogy azért a gyerekekre is egy kicsit gondolunk, bár a borfogyasztás még tőlük távol áll, de szeretnénk egy ilyen családi jelleget is adni a dolognak, tehát a kisebb gyerekeket is igyekszünk lekötni. A három napra olyan változatos programot volt szándékunkban összeállítani, hogy azért minden korosztály, minden érdeklődési kör, különböző érdeklődési körök is megtalálják a számukra kedveset és a számukra fontosat. A szórakozást, ugye? De szerint akkor a borvarázs az a bortól eltekintve nem csak a borivóknak szól. A kezdést is nagyszabású lesz, magasra tették a lécet, ugye egy nagyszabású gálaműsorral kezdődik mégpedig. Az idei évben 12. alkalommal rendezzük meg a borfesztivált. Ha kicsit visszatekintünk, azért az követhető, hogy egy kicsit változott a program. Ugyan nem beszéltünk még róla, de a somlói borok mellé nagyon jól esik mindenkinek. Ennek a tájegységnek a nagyon kedvelt tócsia, amit majd a Magyar Fejedelmi Pékek Rendje és a Benki Iskola diákjai fognak folyamatosan sütni a vendégeknek, a közönségnek. És igyekeztünk, ha az elmúlt évekre is visszatekintünk, úgy összeállítani a programot, hogy a fiataloktól kezdve az idősebbeken keresztül táncban, énekben, zenében neves vendégbűvészekkel tudjuk ünnepelni a somlót. Konkrétan egy pár példát tudna említeni? Egy pár példát nagyon szívesen. A 23-ai programban nyilván ennek van egy olyan jelentősége is, hogy azért ez nagyon jó terep itt a helyi közösségeknek, a helyi művészeti csoportoknak a megmutatkozásra, úgyhogy velük is kezdjük, mégpedig egy bordal fesztiválon. Stílusosan. Stílusosan, egy bordal fesztiválon szórakozhat a közönség. A kórusok közül fellép a Borostyán Férfi Kar, a Forrásnői Kar, a Mozgássérültek Kórusa, a Cantabile Kórus, a Jubiláté Kórus és a Padragi Bányász Férfi Kar. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kedves, fantasztikus programot fognak, ugyanúgy, ahogy az eddigi években is ez mindig így történt. Utánuk egy kis más műfajban az Ajka Padrakut Tánc Együttes mutatkozik be. A Hangadók zenekar fog koncertet adni, ez szintén még szombati program, és polgármester úr köszöntője után egy ilyen nagyon vegyes musical, nóta, operett gálaműsor, és remélhetőleg a közönség által kedvelt fellépőkkel Sasvári Sándort láthatják, Jan Zakatát, Virág Józsefet, Vásári Mónikát, Farkas Rozikát és Bokor Jánost. Kiemelném azt, hogy őket Szalai Antal és népi zenekara fogja kísérni. Pünkösd vasárnap a Bányász Fúvós Zenekar, az Ajkavárosi Bányász Fúvós Zenekar kezdi a programot. Utána szintén más műfajban a nagyon elismert és népszerű Dynamic Rock'n'Roll Klub. Aztán Németh Csaba énekel, ő azt ígérte, hogy szintén ilyen boros, borhoz kötődő dalokkal fog készülni. Hastánc műsort láthatnak. A Dev Jam Dance School műsorát, aztán a Platina Tánc Stúdiót, első alkalommal lép fel a borfesztiválon a Bilokánsok zenekar, és őket pedig a Kis Csillag koncertje követi. Remélhetőleg nagyon sokakat vonzani fog a vasárnapi program is. Bocsánat, de tényleg rendkívül gazdag és sokrétű összeállítás, ahogy elmondta, hogy itt kicsiknek, nagyoknak, mindenféle érdeklési körre rendelkezőknek egyaránt lesz érdekes. Lesz, azt hiszem, mikor kezdődnek a programok, hogy melyik napszakban? Hát a 3:30-4 környékén kezdünk naponta. Nyilván egy kicsit igyekszünk figyelembe venni az időjárásnak a lehetőségeit, hogyha bár most egy kicsit billeg még az időjárás előrejelzése, hogy azért nem lesz olyan fantasztikusan szép idő, mint ahogy már nagyon sokszor az eddigi években. Meg hát azért
ebéd, egy kis pihenés utána, és azt hiszem, hogy akkor érdemes elkezdeni. Utána esik jól a bor, majd ugye jól fog esni ebéd a bor után, mindenkinek. Mert ugye a programok egyébként szabadtériek, ugye? Szabadtériek. Igen, szabadtéren, a főtéren található a szabadtéri színpad és a borosgazdáknak a faházai is, és a tócsi sütősátor is szabadtéren. És akkor félbeszakítottam ugye ott, hogy hétfő, pünkös hétfő. Igen, pünköst hétfőn találkozhat a közönség az Ilcsi Dance Club táncosaival, az Ajka Kristály aerobik szakosztály versenyzőivel, a táncok után Hidasi Réka és Csordás Máté énekel majd a színpadon, és még egy táncos program került ide, a Forma Fit Sport Aerobik Egyesület Ajkáról. A Bodza Együttes különleges programmal készül, ők május 1-én főként a gyerekekre koncentráltak, most egy kicsit a felnőttebbeknek szóló dalokból csemegésztek és válogattak. Fesztiválzárót dr. Horváth József alpolgármester úr tart, utána pedig záró programként a nagyon-nagyon népszerű és sikeres Hooligans zenekart várjuk a színpadon. Akik már voltak itt, már voltak itt, és akkor is nagyon szerette őket a közönség, remélhetőleg ez most is így. Az időjárásról ugye annyit, hogy volt már máskor is, amikor nem volt annyira jó idő, de akkor is jól érezték magukat az emberek. Úgyhogy reméljük, hogy idén is így lesz. A borfesztiválra visszatérve még, kik vesznek részt, milyen körből jönnek azok, akik a bortermelők, akik itt kiállítanak, illetve árusítanak? Igen. Mivel ez kifejezetten a somlói borokat kívánja népszerűsíteni, ez a borfesztivál, természetesen, hogy somlói borosgazdák érkeznek hozzánk. Szeretném őket népszerint is megemlíteni. A Szalai Pincészet, Bálint Pince, a Bogdán Pincészet, Csordás Fodor Borház, Stubán Pincészet, Balogh Pincészet, és most első alkalommal, hogy ne csak borokat lehessen kóstolni, vendégünk lesz egy faházban, a Somló Spirit Pálinkaház. Tehát akkor még gazdagabb a választék, ugye? Igen, és emellé ugye mindig jön majd a finom tócsi, amit, mint említettem, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a Vánki Iskola diákjai fognak fáradhatatlanul sütni a sátorban. Szombat, vasárnap és hétfő, három nap, tehát amikor mindenkit várnak az agórára, ugye délután este. Igazgatónő, nagyon sok sikert kívánok ehhez, és akkor a siderre és egészségére. Egészségünkre.